Na, ott tartottunk, hogy Lucas Kane vagy Tyler Miles-szal haladjunk tovább, és szerintem Lucas lesz. Az előző streamben ott hagytuk abba, hogy kihallgatott minket a nyomozó, és... És vissza kell mennünk ugye Agatha házába, ahol ugye a szeánsz volt. She's the only one who seems to understand what's happening to me. I just hope this time she'll give me some answers. Szevasz, Attikus, szép estét, szia-szia. Igen, szokni kell a kamera mozgásokat, mert hogy finom legyek, nem mindig segítenek az egyszeri játékoson, és akkor roppant finoman fogalmaztam. Agatha? Agatha, it's Lucas. Ugye az öreg hölgynek varjúi voltak, és egy különleges tehetséggel volt megáldva, értve ez alatt, hogy a médiumi képességei az átlagos embernél, akinek amúgy nincsenek is médiumi képességei, annál jelentősen nagyobb volt. Agatha. És meghalt. Na ne vicceljünk. Hol van? Ajaj. Nem mondták, hogy el kell távolítani bizonyítékokat. Na de... Mondom én, hogy nem segít. Nem segítenek a kameraszögek továbbra sem. Mindegy, nem baj. Megpróbáljuk elhagyni a lakást. Hogy melyik irányba, azt egyelőre még nem tudjuk. Azt hiszem, hogy talán ez az irány lesz. Sőt, igazából majdnem, hogy biztos. Úgyhogy nagyon gyorsan el kéne hagyni a műveleti területet, ugyanis a zsaruk ránk fognak találni. Ami, hát nagyon nem kívánatos esemény. Hol lehet elmenni? Nem lehet elmenni? Nem lehet. De miért? Hát ezt rohadt gyorsan tegyük már le. És semmit nem segít a játék, figyelj, hallod? Semmit nem segít az ég egyadta a világon, hogy most hova menjél, hülye gyerek, vagy mit csináljál. Baj van. Baj van. Szörnyű problémákba találtuk magunkat. És hát ugye... Nem tudom, ki lehet ugrani az erkélyen? Hát fussunk el. Megpróbálok kimenni az erkélyen, az lehet, hogy működőképes lehet. Leugrunk gyorsan, aztán... Hát hadd jöjjenek a rendőrök. De kihívta ránk őket amúgy? Teljesen békés volt az egész környék, senki nem fedezte fel a holttestet, csak úgy jöttek maguktól. Töröljem le a kilincset? Hát ez... Ez most már késő bánat, Mr. Shutdown, minden esetre köszönöm szépen a tipped. New York Police, anybody there? Nem is láttam ilyen opciót. There's a body on the floor. What's up? És itt van a nyomozó Tyler. Tyler? Aki elképesztő soul és funky zenékkel gúrít amúgy. Be a good boy and preheat the oven. Oh, and pour us a couple of glasses of champagne from the fridge. I'll be out in a minute. Ez tipikusan egy olyan karakter, ami így a sztori szempontjából roppant vicces figura. Ami úgy... Hát nagyon feldobja az egész játékot. Mindjárt megágyazunk itt az együttlétnek. Egy pillanat. Csak hát ugye hova kell rakni ezt? Ott a bor. Nagyszerű. Halk egy kicsit a játék? Hát szóljatok ám nyugodtan. Hogyha ilyesmit észleltek. Srácok, kellene egy kis visszajelzés ezzel kapcsolatban. Mr. Shutdownnak igaza van, vagy... Adjak rá még? Talán egy kicsit? Ezen nem újjék. Nagyon szívesen, hát ne viccelj. Teljesen sima. Mit mondott még, hogy mit is kell művelnünk? Ki kell rakni a bort, és ezen kívül még valamit? Ja, ki kell venni a csirke. Igen, csak ugye...
Hello, Detective Miles. Do you know what day it is today? Well, we already had Christmas, so 4th of July? No, that's summer. Na most ez így oké? Kellene egy kis visszajelzés, srácok. Okay, babe. It's been exactly 2 years since I met the woman of my dreams. You want to put some music on? Ó, dehogy nem. Hát dehogy nem. Szerbusz, Savis, mint hello. Tegyünk fel egy kis muzsikát, és akkor indulhat a móka vonat. És hát úgy megpörgetjük a... Ott a Biantú szósz! Láttátok? Remélem, hogy láttátok. Oh yeah. Nem tudok táncolni. Mindjárt kiderül. Azaz. Ringatja a csipejét. Megpörgetjük a kisasszony. Gyengéden körbefonjuk karjainkkal a csípőjét. És... hát srácok. Ez a ruha, ez... Várjál, nem olyan egyszerű ám. Szép bácsi jut eszembe, komolyan mondom erről a zenéről. Néha elrontom, van ez így. Hát nehéz Fleet Command. Volt már olyan rész, hogy nehéz volt a szitu. És itt vége? Na ne. Tyler gave me a full report on what happened at Nazer and Jones. Hát nehogy már. Emphasized that one of the employees was behaving strangely. Szegény ő meg itt egyedül nyomoz, hát. Now, I had all the pieces of the puzzle. I just needed to put them all together to find our murderer. On my desk lay all the information from Nazer and Jones. On Tyler's desk, the clues from the restaurant. Ja, értem, most jött a töltés. The identity of the killer was here somewhere. Volt már sajnos olyan szituáció, hogy a quick time eventek miatt egy kicsikét lemaradtam a sztoriról. Volt ilyen. De hát ez van. The composite photo of the killer. Igen, még milyen nagy szerencse, hogy a fantom képet ilyen rettetesen szarul sikerült összeraknunk. Hát rögzítsük, hát mit tudom én. Jó az ott. Jó helyen van az ott. Elvileg... ezt mi raktuk össze még az előző streamben, ezt a fantom képet, de hát borzasztóan erdja, tehát így. Nézzük meg az új lenyomatot. Aha. Kapocssal lehet, hogy ezt is ki lehetne rögzíteni. Nem, két elem között nincsen kapcsolat. Na valaki telefonálni akar itt. Ez a fax, ezt nem bántjuk. Elvileg... itt a telefon, ott van. Detective Valenti. Igen, Mr. Shodan, bizony. I called to tell you that I sent you the results of the testing we did on the prints on that. Lesz benne Smaniot, ne aggódj, egy percig se. Perfect. Thanks, Garrett. I'll take a look right away. The taxi company should have sent you a list of taxi destinations from the same street as the diner the night of the murder. It should be on the fax in your office. Mhm. Thanks. Jó, lehet, hogy ebből le lehet vonni valamiféle következtetést, úgyhogy mindjárt meglessük a faxot. Mondom, meglessük a faxot. Vizsgáljuk csak meg gyorsan. The list of taxi destinations on the night of the murder. If the killer left the scene in a taxi, his address might be here. Nagyon aranyos, hogy erre tettek a fejlesztők, ugye ez egy remastered változat elviekben, és erre tettek ilyen apróságokat ugye a többi játékukkal kapcsolatban. Ez nagyon komoly.
Na várjunk, csak ezt is megnézzük, jó? Ez mi lehet? Vizsgáljuk csak meg. Aha. Nézzük meg, hát ha. No, that doesn't work. Ez se jó. Na várjunk, akkor... Come in. Na és közben megérkezett valaki. I saw the light was on, so I thought I'd, you know, come in and say hello. Nice to see you, Martin. Na várjál, viszont Martin látta a gyilkost. Tehát lehet, hogy ő fogja összerakni ugye a képet. This has been bothering me for a while. I need to talk to you. You see, pontosan. I saw the killer from the restaurant. He saved a kid who was drowning in Central Park. The kid would have died without him. Akkor jogos volt a gyilkosnak a felvetés, hogy fölismerte a rendőr, igen. Emlékeztek, amikor ugye az volt, hogy kimentette a srácot, és a rendőr mégsem avatkozott közbe, pedig tudta, hogy ő a gyilkos. Nem semmi. I'll be around for at least another hour. Damn reports to type up. Come and see me if you need some company. Catch you later, Martin. Istenem. Oké, hogy szar a grafika, érted? De milyen sztori van? Hát, na mindegy, hagyjuk. Jaj. Élek halok az ilyenekért. Na nézzük, azt mondja, hogy valamit át kell-e még vizsgálni. Szerintetek? Mi a következő lépés? Nézzük meg a könyvecskét. Vizsgáljuk ezt is meg. Ez a Vihar című kötet, ugye? Rögzítsük ezt is. Tehát várjál? Nem. Máshogy kell eljárni. Legyen az, hogy... ugye két dolgot kell összekapcsolni, ahogy látom. Ugye a képernyő jobb oldalán. Hát, hogy az mi lesz? Ezt nem tudom. Na figyelj, átfaxoltak nekünk valamit. Legyen ez, amit rögzítünk. The list of taxi destinations on the night of the murder. If the killer left the scene in a taxi, his address might be here. E-mailt is kaptam. Nézzük meg azt. Jó, nézzük meg azt. Először nézzük meg azt akkor, hát ha esetleg azzal kapcsolatban előrébb jutunk. Egy kis nyomozás. Valószínűleg ezt kellene összeegyeztetnünk ugye az asztalon lévő új lenyomattal. Na várjál? De nem volt itt ezelőbb egy új lenyomat? Ahó. Itt van még egy fantomkép is. És ez? Ezt is kiragasszuk a falra? Vagy mi legyen? Tényleg, mi volt ez az akármi itt az előbb? Ez például micsoda? Az irattárolóba valami? Várjunk csak. Rögzítsük ezt. És... ó, hát a francesz sem bele. Na várjál, lehet, hogy ezt próbáljuk meg. Ez a másik asztalon van? Nem, ezt megpróbáljuk. Ez egy gyanús jel, közel sem elegendő. Jó. Oké, akkor ez lesz a tippem egyedül, ami úgy kb. Jó lehet, hogy ez. Talán ezt tudjuk rögzíteni, ez az. És akkor hozzá pattintjuk a számítógépen lévő új lenyomatot. Nem tudom, hogy ezt meg lehet-e oldani, de valószínűleg. Valószínűleg igen. Köszi szépen, hogy ennyien itt vagytok, annak ellenére, hogy nem egy új játékot játszunk, és ez nagyon jól esik, hogy őszinte legyek. Köszi szépen. Nem lehet itt ezzel valamit? Várjál csak. Ha most odaülök, akkor lehet rögzíteni? Illetve kapocs...
kapocssal összepárosítani ezeket a... ezeket a bizonyítékokat? Na nézd meg! No doubt about it. The prints from the restaurant and the pen come from the same person. Oké, na azt hiszem, hogy ez már működőképes lehet. I'll need another in order to establish proof that Kane is our man. Van-e nektek ilyen játék, ami ilyen régi, és nagyon szívesen előveszitek? Majdnem, hogy akármikor. Vigyünk egy pohár vizet addig. Valamit még össze kell párosítani szerintem, tehát nem ez lenne az egyetlen olyan dolog. Age of Empires 2, úristen! Ja, meg a Szibéria is, az egy nagyon jó kalandjáték. Bizony, meg a Neverhood is. A Neverhood az, ami ilyen gyurmás játék, ugye? Ezt jól gondolom. Transport Tycoon. Ha? Ja, mondjuk én sose voltam ilyen nagy tycoonos, de... Nézzük, mit lehetne még összepárosítani. Szerintetek mit párosítsunk mivel? A gyurmás, azaz. Posztász, Mani otta. Ne legyél már ennyire beteg. Jézusom, vagy ilyen stressz levezetésként, vagy hogy? Nézzük csak a faxot. Legyen a fax, ez a taxi. Rögzít, vagy vizsgáljuk meg. Előtte még. Igen, a taxifuvarok, oké. Imperium Galactica az is. Hát bizony. Az egy... Az milyen szar volt ott hirtelen? Na most ez mi? Ez most hogy történt? Ez valami bug lehetett? Vagy a fene tudja? Köszi szépen, Ispo, köszi a követést és üdvitt. Na nézzük, mit lehet még mivel párosítani, mert én hát szeretek párosítani. Csak nem mindegy, hogy mit mivel, ugye? Köszi szépen a követést, Kabir, köszi! Hát most már tényleg kezdek elveszni itt a dolgok sűrűjében. Mit párosít csak mivel? Ezzel talán? Várjál? Ott van az a darabka fecni, tudjátok? És most nem találja meg? Valahogy nem. Nem akarja az igazat. De várjál, mintha most semmire nem tudna interaktálni. De miért? Igazi nemesítő, hát... Igyekeznék az lenni, hát persze. Hívjuk vissza a fickót. Először is. Ó, hát fölnevedd! Vegyük fel. Sorry, babe. I need to answer it. It might be important. Tyler, no! Aj, muszáj fölvenni, tudod? Tudod, hogy nyomozó vagyok. Hát a nyomozóknak ugye... Hello? Készen kell állni bármikor, bármire. I'm on my way. I won't be long, babe. Just sip some champagne and I'll be right back. Kicsit bugos. I'm sorry, Sam, this is really important. What about me? I'm not important? Tyler! Nagy a dráma. Hát, srácok. Ilyet sose csináljatok, mert... Súlyos problémák származnak az ilyesmiből, higgyetek nekem. Itt a mosodánál támadt megint pszichotikus epizódunk. Szevaszkék, hello, velo. Az igen. Ott a medkit, nem tudom, láttátok-e bal oldalt. Sorry, we're closed. Come back tomorrow. Oh, I won't be long.
Master Natilan, Nekibini Nataquen, Castanetli, Quaticlana, Requentana. Igen, Mythicats, pontosan felordítottam, amikor megláttam. Mi a rosszabb? Olyan jó lenne tudni, hogy ki az a faszinger, aki ilyen misztikus nyelven izé hadovál. Hiszen nem tudom. Persze, what the fuck, akit ugye senki nem látott. No chance of him escaping. Okay, this is it. Everybody in position. Copy that. Vajon el fogják kapni? Na, derítsük ki! I'll go in first. You cover me. Okay. Valami azt hogy nem találják itt, itthon. Hol a tozba vagyunk ez? Ez mi? Cover me. I'm gonna check the doors. Jó, akkor ellenőrizzük az ajtókat. Mi a gyász van itt? De komolyan, tehát ez... Ez a mi lakásunk volna. Ez teljességgel lehetetlen. Pedig basszus lehet, hogy de. Basszus, ez a mi lakásunk. De mit csináltak a lakásunkkal, meg ki volt az, meg miért volt az, meg hogy vett a bátorságot? És amúgy is. Amenó! Jó, itt erre nem tudunk semmit se csinálni, a szekrénybe nem bújt el, ahogy látom. Azaz, itt kell erőből nekifutni az ajtónak. Stop him. We're coming. Copy that. Na hát ez az. It happened again. Somebody died in the lavamatic. I saw it like I was there. Agatha's dead, so who's gonna tell me what's going on? De mitől lett olyan a lakásunk, mint egy ilyen... Mint egy ilyen szertartás helyszíne. Megérezte előre. Hoppá! Megérezte előre, hogy... Basszus. Mi a franc? Mit csinál ez? Neo, te vagy az! Hát nem áll. Hogy a rossz... Ez mi? Ne! Majdnem sikerült. Hát honnan tanult ez ilyen trükköket? Hát kikerülni a golyót, basszus. New York Police. Nem hangos? Don't move. Remélem nem. Iszonyatos koncentráció folyik éppen. Itt nagyon nem lenne jó elbukni. Hű, miket tud? Jézusom. Hát hősünk azért nem szarra gurít, ez látszik ugyebár. Nézd meg, hát kikerüli az egész várost.
Hát ez egy szuperember. Ez egy szuperember. Egy szuperember. Ez hogy érted, what the fuck, hogy levegőt lélegzek? Micsoda? Mi a szar volt ez? Már elnézést, de hogy ez mi volt? És ő... Hogy? Five men in the hospital. Four wrecked squad cars. A helicopter that just missed blowing up in our faces. Azt hiszem, a főnök most nagyon-nagyon le fog minket cseszni. I hope there's a good explanation for all this. Ja, értem. Oké, bocsánat, azt hittem, hogy nekem szegezted a kérdést, mondom, mi van. Na nézzük csak. King displayed some abnormal abilities. Just what are you trying to tell me here? That this guy is Superman? That's your excuse? And you seriously expect me to buy that crap? Hát, we underestimated Kane. There's no denying it. We knew he was dangerous, but not that he could knock out trained armed policemen and then escape hanging under a helicopter. Azért gondoljatok bele, hogy abban az időben ez az akvárium mekkora dolognak számított, hogy ott mentek a halak. Kane slipped through our fingers, they're gonna make me a laughingstock, and the mayor's gonna come looking for my head. Now what is the plan, people? Are you on his trail? Kane's photo will be in every squad car, train station and airport. We're going over every inch of his apartment and interrogating his associates. Can't stay hidden forever. I want every available man on Kane's ass right now. I want him locked up tight in 48 hours or less. You understand me? I want this nut job behind bars before he decides to cut somebody else. Now get out of here. Na jó, szerintem most, hogy lekorholt minket a főnök, talán tovább is állhatnánk és folytathatnánk a nyomozást, ugye? És megtalálták a médiumot is. It was a double murder last night in a lavamatic. One of the two victims was killed by knife blows to the heart. Garrett's already there. He's waiting for you. Nem semmi. Nagyon nem semmi. Jó, folytassuk akkor a gyilkossal. Már amennyibe ugye ő a gyilkos. Szent Pál templom, és mit keresünk mi egy templomban? Az oké, hogy elmenekültünk, de hogy kerültünk ide? Orgonasípok meg. Harangzúgás, orgonaszag. Harangszag meg orgonazúgás. Mit akar ez a hang? Itt van a médium. Agatha! Agatha, is that you? És itt van. I thought you were... Dead, in a way. But I promised to tell you what I know, and I always keep my word. Listen carefully, Lucas. We have very little time. You are not insane. Neither are you a murderer. Ugye ez az a dolog, amit soha nem lehet tudni biztosan. At the wrong time. Why do I have these visions? They are real, aren't they? Nagyon remélem, hogy választ kapunk az öreg hölgytől. They are using the visions to try and eliminate you. You've seen too much, so you've become an inconvenience. De ki számára? Then who made me commit that murder? Who came and sat down at my table in the restaurant? No one knows his real name. They call him the Oracle. He serves the most powerful of the powerful. They live in shadow, but they have controlled this world since the dawn of time. Oh, de meleg story. They're coming. Save yourself, Lucas. They want your life. Kuetnitlan, in the ancient Mayan civilization. You'll find some of the answers you seek there. Agatha? Agatha!
hogy a szarba nem játszottam én ezzel még? Oké, hogy szarul van portolva, de ez minden pénzt megér. Ne, de hát ezt megcsináltam. Rendesen, hát nyomtam fölfelé a kart, ne. De ezt is. Úgy megfigyeltem, hogy néhol a játék direkciót. Minél legyen olyan egyszerű a dolog. Vagy csak a portolásszal. Mit tudom, én nem tudom. Meglátjuk. Mi a szart keres ez az angyal itt, és amúgy is mit akar? Tehát... Csesszük. Lucas! Lucas, wake up! What are you doing here? What happened? The police found me. I managed to get away. I walked all night. I didn't have anywhere else to go, so I came here. My God. This time you really have to go to the police, Lucas. There is no other solution. Tényleg az milyen lenne, hogyha fogjuk magunkat és beslatjukunk a yardra és feladjuk magunk. Azt fogja gondolni, hogy megőrültünk. Puti fix, hogy azt fogja gondolni, hogy megőrültünk. Are you telling me that you... No, I didn't kill Agatha, Marcus. She was dead by the time I got there. But you're saying that you talked to a dead person? None of this makes any sense. Szevasz, Razer, hello. Someone tried to kill me through my visions. They can attack me anywhere. I think they want to prevent Agatha from talking to me. This is all a bit much, Lucas. What if this whole thing is all in your head? Isn't it at least possible that you're losing your grip on reality? Milyen érdekes, nem, hogy a pap, aki elvileg... So what are you going to do? You can't stay here. The police will certainly come to question me, and probably place me under surveillance. I have to find some place to hide. I'm a fugitive. My description will go out everywhere. At least now I know that there is an explanation. I need to find the people who are behind all of this. Be careful. A pap, aki elvileg hisz a természet felettiben, kételkedik ebbe az egész dologba. Érdekes, nem? Lucas has gone insane. I'm protecting a murderer. But I can't betray my brother. Dear God, help me. Tell me what I should do. Hát igen, kérem szépen, a morális dilemma az meglehetősen erőssé vált ezután. Every day it got a little colder. The whole city seemed to be numbed by the snow and ice. Igen, mi pontosan, ahogy mondod. Ugye a mosodában is történt egy smás, tehát azért ide is be kéne sasolnunk. De hogy mit csinált itt ez a figura, aki kántált itt mindenféle nyelveken, azt még egyelőre nem tudjuk, de meg fogjuk sasingolni mindjárt.
can't even think out here in this damn cold. Na menjünk csak, benézzük meg, hogy mi történt. Ah, I was waiting for you, Carla. Két alkalmazottat is láttunk itt, reméljük nincsen semmi bajuk. The guy who runs the Lavamatic found the bodies around 5 o'clock this morning when he came to open up. When he tried to get in, ezek szerint van. The door was blocked from the inside. He saw the two bodies through a window and called the cops. Were there any witnesses? No, ez egy másik játék, what the fuck, az egy másik játék, ez nem rég volt, nyugi. This guy got lucky. He commits a double murder in front of a window and nobody sees a thing. Were there any prints? Just those of the victims. No prints from Kane. Pedig láttuk azt a ronda nagykörmű alakot. Ő megfogta a dolgokat, nem? Vagy a testekhez hozzáért, mert ugye hozzáért az egyik alkalmazotthoz. Oké, lessünk be, nézzük meg, hogy mi történt itt a helyszínen. Helyszíneljünk egy kicsikét. Vérfoltok a kövön. Did you notice this blood over here? Yeah, I saw that. What do you think it means? That the murderer was bleeding before he stabbed his victim. Just like in the toilets of the restaurant. Tényleg amúgy ilyen szituációba kerülnétek, mint a srác, akivel történik ez az egész, és gyakorlatilag az egész rendőrkapitányság meg van róla győződve, hogy ő a gyilkos. Mondjuk ilyen szituba kerültök, akkor mit csináltok? De tényleg, tehát mit lehet ilyenkor? A knife stuck in his eye. Elmenekültök, feladjátok magatokat, vagy mit lehet ilyenkor csinálni? Mert hogy őszintén legyek, nekem halvány legőzöm nincsen. A kígyó. Így van. A két fejű kígyó. Ami ugye gyilkosunknak is a kezén virít. Nézzük meg őt is. Hát, soul waves. Exactly like the victim in the restaurant. I wouldn't be surprised if the autopsy finds that the arteries were severed. Biztos van valami kreatívabb megoldás. Hát én először mindenáron azt akarnám kideríteni, hogy most elment a józan eszem, vagy nem. Lehet, hogy fölkeresnék egy szakember, de nagyon gyorsan. Várjunk csak. Beszéljünk vele, lehet, hogy... Oké. Lehet, hogy ő észrevesz valamit, amit ugye Chelsea nem. Ugye volt már ilyen berészünk, hogy ő találta meg a dolgokat, és utána tudtunk csak tovább menni. Bizony. We can still hear the dial tone. She must not have had time to dial the number. Sajtos, Snoker. Jogos a felvetés. Na, ne akadjatok össze, nyugi. Knife is stuck in his eye. Damn, that's gotta hurt. Hát valószínű, igen, nem volt kellemes. Maradjunk ennyibe. Jó. Nem tudom, van még valami, amit esetleg meg lehetne itt vizsgálni? Nem hiszem. Gyorsan körbe megyek, még aztán lezárjuk ezt a helyszínt. Ezek meg hadd fényképezgessenek itt. Valószínűleg nem instára megy. Mindent megnéztünk már, ugye? Aha, mindent megnéztünk. Dumáljunk egyet, menjünk. Let's go. I've seen enough. What are we supposed to think about this murder? The guy committed suicide after killing the woman? It seems absurd, but... Persze, what the fuck, okay, rendben van. I don't think Kane had anything to do with what happened at the laundrette. But, all the same, there's got to be a link between the two murders. Bele sem erre gondolni, hogy mi lesz, amikor megtalálják a...
belekarcolt két fejű kígyót magába. I was exhausted. I felt like I was gonna die, either from the cold or from hunger. I hoped that I could rest for a couple of hours at Tiffany's place, get my energy back, and figure out what to do next. I'd only been to her new apartment once before. I only had a vague memory. Huh? The police. They're watching Tiffany's apartment, of course. Ha, tehát akkor arra nem mehetek. Rendben. I'd show up here looking for a place to hide. I have to find another way in. Jó, kellene keresni egy másik bejáratot, és mindez hol? Don't move, King. Just stay calm and everything will be fine. Don't turn around. Oké. Jó, akkor másik oldalról kellene megközelíteni. Aha, próbáljuk még innen. Itt szépen felmászunk, aztán... aztán jó lesz. Na jó, nagyon csöndbe vagytok. Pedig itt azért belecsapódtunk elég rendesen a sztoriba így az utolsó pár percben. Megpróbálunk ki kecmeregni, és megint ott van a holló. Koncentráltok? Ja, persze, persze. Izgulás van. Na, ennek örülök viszont. Sasolunk, mert jó. Ha valahogy. Viha. Hogy oldjuk meg ezt? Itt el tudok menni? Don't move, King. Oh, but... Just stay calm and everything will be fine. Don't turn around. Oké, merre lehetne ezt megoldani? Föl lehet mászni a... Nem lehet. Ezek nem akarnak onnan elmenni? Akkor kéne, amikor nem figyelnek, vagy... vagy hogyan? Aha, most erre néznek. Aha. Most már... talán nem néznek oda. Aha. Igen, így kellett őket kijátszani, nagyszerű. Aha, ez tök jó. Csak erre meg nem lehet elmenni. Mortalim, köszi szépen nagyon a követés, szevasz. Jó, hogy itt föl lehet mászni ezen. Próbáljuk meg. Már meg... az meg... ne már! Igen, már megoldottam, what the fuck, a köszi, köszi. Mire följutunk oda, komolyan mondom, hát. Ne bassza! Nem kell, köszi, what the fuck, köszi, köszi. Rendben vagyunk ezzel. Szevasz, Gábor, hello. Készülök.
Ezt mondjuk most rohadtul nem értem, hogy miért kell ilyen quick time eventekkel megtörni, de mindegy, nem baj. Menjünk szépen tovább, szép lassan. Oké, ez az, nagyszerű, haladjál tovább, haladjál. Hát nem csúsztam vissza, Nokerli. Nem sikerült visszacsúsznom, hála az égnek. Megy ez. Mi van? This is how my story ends. De. Ez mi volt? Elfogyott az idő. Hát de... Igen? Nem már? Hát ez remek. De akkor mit csináljak? Tehát így... Hogy menjek gyorsabban ennél? Na majd futok, jó? Majd futva megyek az ereszön. Tény és való, vannak idegőrlő részek ebbe a játékba, ez biztos. Nem lehetne gyorsabban? Menjél már! Hát ennél gyorsabban nem tudok menni. Gyorsan menjél, hát ne. Ezzel megint elfogy az idő. Most le tudnék csúszni itt a csatornán, ugye? Azt hittem már, hogy nem sikerült a fene egye, meg jó van. Ne legyél már ennyire balfék, légy szíves, jó? Köszi. Na. Megvolnánk. Ha nem sikerül, fel kell mászni, hogy sikeresen lemászhass. Oké. Oké. És hát ugye akkor bejáratot keresünk oda. Na és akkor menjünk be az ablakon keresztül. Nem tudom, hogy mennyire bölcs dolog ez, de... Ne szórakozz már! Úgy nyomom, hogy majd beszarok konkrétan. Várjál. Anyádat azt... I almost had it. Ez még nem lehet ennyit. Megizzadtam majdnem, hogy komolyan.
wasn't too proud about breaking into Tiffany's apartment like a common criminal. Oh, okay, betörtünk, de ez most lényegtelen. I hadn't eaten in almost a day. I was starting to feel weak and tired. Akkor rámoljuk ki a hűtőt. Srácok, nem volt egyszerű. Egyszerű. És most mi van? Mi azért, mert hibásan sikerült, ezért most mi történt? Semmi. Nem baj, kajáljunk egyet, ez a szendvics, ez jó lesz. Igyunk egyet gyorsan a tejből, aztán harapjuk be azt a szendvicset. Milyen Tiffany ruhás fiókja? Talán majd egy késő esti streamben. Lehet, lehet. De az mondjuk túl durva lenne, most gondold el. Fölvennénk egy ilyen rövid szoknyás egyberuhát, és akkor ott mit tudom én, ott kandikálna ki a szőrös lábunk, meg mit. Ez hozzánk nem méltó, úgy érzem. Oké, jót tettünk, jót ittunk. Most pedig mit csináljunk most, akkor dőljünk le egy picit, vagy mi legyen. Kimenni nem akarunk még, ugye? Leülünk, az segít valamit? Egy kicsikét megnyugszunk, vagy valami? Nem. Úgy néz ki, hogy ez nem segít sajnos. A tévét nem kéne bekapcsolni, mert fölhívjuk magunkra a figyelmet. Ellenben átkutathatnánk itt a lakás, és meghallgathatnánk az üzenet rögzítőjét. New message. Today at 10:41. Hello, Miss Harper. I'm Detective Carla Valenti from the New York City Police Department. I'd like to ask you a few questions. I'll try calling you back a little later today. Ennyi, kész. Szevasz! Azt a csókolom anyát, teca. Jó van. Már itt voltak szekrények. Nyissunk ki párat. Nothing to eat here. Jó, de attól még van ilyen bónuszkártyánk, ami... Nem tudom, valaki tudja közületek, hogy ezek a bónuszkártyák, ezek valójában mi a rosszabbra jók, de tényleg. Nothing to eat here. Nutella! Na jó. Hát mindjárt jövök, csak ki kell mennem a konyhába egy fél pillanatra, nyugi. Szerintem jót tettünk. Innentől kezdve más már nem jöhet. And for an expert's point of view on the subject, we have with us today one of the most renowned specialists on Mayan civilization, Professor Dmitri Kuryakin of the Mesoamerican University here in New York. Thanks for being with us today, Professor. You've written a fascinating book on Mayan rituals, and I wanted to ask you. Yes, mondta nekünk Agata, hogy végre kirángatt ezt a koszos falut az ismeretlenség osványa. Azt mondta nekünk Agata, hogy egy maja civilizációval kapcsolatos, hát hogy a dolgot úgy tudhatjuk meg, hogyha a maja civilizációval kapcsolatban végzünk valamiféle fajta kutatást, vagy legalábbis merüljünk el benne. XGP, köszönöm szépen nagyon a hostot, hello, szevasztok, és köszi szépen nagyon, szevasztok. You scared me. What are you doing here? The police are looking for me. I needed a place to hide for a few hours. Lucas, what happened to you? The papers are saying that you killed several people. Is it true? The whole thing is very complicated. All I can tell you is that I am not a murderer. I know you're not capable of doing what they said you did, Lucas. You have to explain. You have to tell them. Igen, csak ez nem ilyen egyszerű, hogy bemegyünk a rendőrségre, és azt mondjuk, hogy nem én voltam. That's the only way I can prove my innocence.
Ajaj, valaki jön. Szerintem el kéne bújni, nem? Most fogják a rendőrök megkérdezni, hogy minden rendben van oda bent? Lucas, it's the police. What are we gonna do? Look, I'm sure they just want to ask you a few questions. Just stay calm, Tiffany, and answer their questions. I'll hide in the apartment. Everything will be fine. You'll see. De hát ez bűnrészesség. Miss Harper? Ja, Miss Harper, are you home? És hova bújjak el? Yes, just a second. I'm coming. Ja, hogy ide. Lucas, I can't keep them waiting. Nem tudom, hogy ez mennyire volt bölcs döntés, de hát itt maradunk. Miss Harper? Yes. I'm Detective Tyler Miles, NYPD. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved. Ne kínozzál a faka, légy oly kedves, köszönöm szépen. Minden esetre biztos, hogy nyitellás, ugye? De Kápo, köszönöm szépen a követést. Micsoda beszédes név? Has he tried to contact you? I went by his apartment day before yesterday to pick up the last of my things. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Go ahead. A végül is nem feltűnő, hogy ott állok bent. Nem jó, nagyon nem jó. Decorating? Yes, the apartment. Az a baj, hogy amikor az ember tényleg izgul, akkor nagyon nehezen mennek a quick time eventek, még ha lassú akkor is. And what do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. Ne, hogy tüsszentenie kelljen. Nézd, hogy egyet rontok el belőle, rohadj meg! Don't move or I'll shoot. Raise your hands up where I can see them. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Srácok, egyet rontottam el belőle, egyet. Miss Harper? Miss Harper, are you home? Yes, just a second. I'm coming. Tényleg csak oda lehet elbújni? Hát elbújok akkor ide. Szervusz, de kápo, hello, hello. Lucas, I can't keep them waiting anymore. I've got to open the door. Ez nem lesz egyszerű. Egyetlen egyet rontottam el belőle, és baromi gyors volt már a végén. Csak egyet. Nem csak oda lehet elbújni? Miss Harper? Yes. Hát a függöny mögé nem akarok, majd be fog nézni. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved, isn't that right? Az mondjuk lehet a sekó. We're involved, yes. But we separated. We broke up about a month ago. Have you heard from Mr. Kane recently? Has he tried to contact you? Nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Az a másik lehet, másik variáció lehet, hogy kiugrok az ablakom. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Viszont kénytelen leszek. Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Go ahead. Kapaszkodjunk. Jaj, már ne... Nem mondjatok ilyeneket. Doing a little redecorating? Yes, the apartment wasn't in very good shape, so I've been painting it. It's taking a long time with my job. I don't have much time to... And what do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. Hmm.
Jaj, kicsesztem veled! Nagyon-nagyon kicsesztem veled, és működik? Thank you for your cooperation, miss. If Kane does try to recontact you, please call me right away. Here's my card. És most üsszenti el magát. Kane's a very dangerous man. Hát azért annyira nem. Szerintem legalábbis. Nem baj, megoldottuk. Köszi szépen. My name is Barney. Detective Carla Valenti. You've come to see Janos, isn't that right? He's down the second corridor on the right. Tudjátok, ki jut eszembe erről a figuráról? A bárányok hallgatnakban a börtönőr. Megvan, ugye? Illetve az orvos, na, tudjátok. Janus's cell is down the second corridor on the right. One of my colleagues is waiting to open the cell for you. Biztos megvan, emlékeztek rá. I'll be watching you. Don't worry, you'll be fine. Thank you, Barney. És azt hiszem, hogy őt is Barneynak hívták, nem? Kane was the killer. There was no doubt about that. And yet, I needed to know just what happened in the strange case of the Kirsten killings. Jézus Máriám, na várjál. Jó fele jöttem, jó fele, ugye? Hello, detective. I'll wait for you here. Perfect. Thanks. Na, jó napot kívánok. Egyedjünk beszédbe vele? Hello, I'm Detective Carla Valenti of the New York Police Department. I'd like to ask you a few questions, if it's all right with you. Igen, Atticus. I read in your file that you often had visions of some sort. Would you like to talk to me about them? Why have you gone to the trouble of coming to see me? Detective Valenti. I'm mad, you know. Tiszta bárányok hallgatnak, amúgy tisztára. Isn't that right? Maybe it'll make sense to me. Please, Anton, tell me everything that you know. A man and a woman in a laundromat. She's a little overweight, Hispanic looking. Him. He has a knife planted in his eye. És ő ezt honnan tudja? Pontosan ezt akartam kérdezni. I can see through his eyes. Every one of the murders. I'm there. Ott a kígyó a kezén. What happened in the laundromat? A sacrifice, a human sacrifice. Nem tudom, láttátok-e, ott volt a kígyó. Who is the murderer? Nobody knows. Nobody sees him. He leaves no trace in people's memories. But I know. I know he exists. Akiről Agata beszélt. Invisible. He's everywhere. Akiről Agata beszélt. Why are these killings happening? Why must these people die? Oh, the world's not what you think. Orange Clan is secretly running everything. They're watching us, listening to us all of the time. They record what you say. They know what you're doing each second of the day. They're everywhere. How is this connected to the murders? They want ultimate power. They want the answer to the question of life. They want to be eternal. Egy, kettő. Vagy I have to go now, Anton.
Thank you for your help. It's already too late. We're all gonna die from the cold. It'll be the dawn of a new race. The end of humanity. The end of humanity. Jó, azt hiszem, hogy eleget hallottam a bácsitól. Everything go all right? I'll walk you to the... Damn it! This time it looks serious. Ajaj. It looks to me like our backup electrical generator hasn't kicked in. It'll come on. Sometimes it takes a minute. We'll wait here in the meantime. Jól érzem, hogy igazán csak most indul be a sztori. Oh shit. The cell doors. All of the cell doors have been opened. The electrical outage must have screwed up the autolock system. What? You mean the patients Micsoda? Are free to leave their cells and nothing? Wait. Don't move. Don't make any noise. We don't want them to locate us here. Just keep cool. And we'll wait for the lights to come on. Relax. Stay close to me. The aid. They got him. I have to move from here or they'll find me too. I don't breathe more calmly. I'm gonna faint. And then they get me for sure. Oh god. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Freeze, Carla. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. Hát ezt ne. Te vasz, Bali? Hello. Tényleg most fog beindulni? Na jó. Azt nem tudom, hogy innen hogy jussak ki, hogy rendben legyen minden. No, I hear one coming. He's getting so close. Please, Carla, don't move. És most merre menjek? Ha erre megyek, az jó ötlet. He's right there. He's going away. I can keep moving. Oké, tehát ilyenkor meg kell állni. Ó. Barney, rohadt gyorsan nyissa ki. Oh, thank God you made it out. I don't know what the hell could have happened. The auto lock system opened all of the cells. Milyen hasa van annak? Hát nézd meg, Jézusom. Are you sure you're all right? Hát jól vagyok, hát kicsit összeszartam magam, de igazából minden rendben van. Köszönjük. Szadu, köszi szépen a követés, szevasz. Hát nem semmi. This man I'd barely seen on TV was my last hope. Ja, bocsánat, urai. Ne haragudj. Most akkor bele fogjuk ásni magunkat a maja kultúrába, és akkor majd mindenki derül. Any explanation that could make sense out of the nightmare that my life had become. Hello, I'm a journalist and I have an appointment with Professor Kuryakin. The professor's waiting for you. Köszönöm szépen, nagyon a követés, szevasz. Estét. Na, akkor elvileg lehet, hogy tudnánk beszélgetni a bácsival. Aha. Professor Kuryakin? Yes. Igen, ő lesz az, akiről beszéltek a tévébe. Illetve aki az interjú alany volt, és talán tőle egy kicsit bővebb felvilágosítást kaphatunk a maja kultúráról. Nem tudom, hogy ez hogy fog nekünk segíteni, de meglátjuk. I work for a new magazine called History and Culture. Curious. I've never heard of it.
It's curious, but your face seems familiar. Hát talán köröz a rendőrség egy pár napja, tehát valószínűleg azért. Yeah, I get that a lot. I guess I must have one of those boring faces everybody sees everywhere. Well then, let's have a go at it. Where would you like to start? Can you tell me anything about Kweknitlan? Of course. Come, I'll introduce you. Jó, azt hiszem benyalta akkor itt a füllentést. Igen. You see before you the ancient Mayan god Kweknitlan, the serpent with the two heads. One head sees in this reality, the second in the other world. By opening both mouths, the Mayan oracles could see through the serpent into the other world. Na ez viszont sok mindent megmagyaráz. What would you need to do to get the serpent to open its two mouths? A human sacrifice, of course. The liberated soul then opens the passage, and thus the oracle can use this serpent channel to see into the other world. Tell me, how did the sacrificial ceremony work? Come, I'll show you. Na ez érdekel. Valószínűleg késsel lett felmetélve az illető, és előtte bele kellett vágja a kígyónak a mintáját a kezébe, vagy a testére, vagy valahova. The victim was stabbed 3 times, each wound cutting. Pontosan, mint a gyilkosságnál, pontosan egy-egybe. How did the ritual sacrifice work? Oh, the oracle must never soil himself with the blood of another. Hanem ezt másokon keresztül. A sort of proxy. Another person. És így jöttünk mi a képbe. Totally at random. This person becomes the executor. The oracle takes complete control of the executor, manipulating him from a distance. What happened to the executor after the sacrifice? He went mad and committed suicide after accomplishing his part of the ritual. A Mayan sacrifice. That's what it was. És akkor ez lesz a sorsom nekem is? Megőrlök és öngyilkos leszek? Vagy mi? My name is Lucas Kane. The police are looking for me about a murder that I did not commit, but I was the executor. You're a murderer? I'm innocent. I stabbed someone I'd never seen before 3 times, cutting his arteries, just like you described. Do you mean to say that there is a Mayan oracle still living today? Pontosan azt akarom. Pontosan azt akarom mondani. I'm telling you the truth, professor. Sometimes I even see through the eyes of the oracle. What do you see? Szerintetek hinni fog nekem? She's very still, like she's. Nagyon gyorsan kellett dönteni, és nem volt egyértelmű, úgyhogy ezért mondtam el. The codex was right. Codex? What are you talking about, Professor? You can't stay here. Your picture is in the paper that the security guard is reading. He's sure to recognize you. Come, let's leave here, and I'll tell you all about it. Hát tök rendes, basszus. Tök rendes. Én azt gondoltam volna, hogy hívni fogja azonnal a rendőrséget. Szerintetek erre mekkora esély van, hogy higgyen nekünk. Hát nem sok. Jaj, ne! Wow! Thank you.
Jaj, ne! Na mi van? Van még autó? Professor! The Codex speaks of the coming of a child. Meg ne halljál nekem itt. Végre valaki, aki hisz nekem, és ő is meghal. The Oracle kills to find the child. Szevasz, hipnokecske. Ez mi a szar? Itt az orákulum. Ő lesz az bizony. Forward to meeting you. Few men are capable of resisting an oracle. What is there so different about you? The chroma. You have the chroma. So that explains it. How did you ever acquire such a power? No matter. What matters is, the time has come for you to die. This is some kind of dream, isn't it? You're not really there in front of me, are you? Reality is a notion that doesn't have any meaning where I come from. We are not really here, and yet you will die here. Believe me, this world is just as real as your own. The chroma? What does that mean? The force that created the universe, the origin of everything. It gives extraordinary powers to those who possess it. Enough talk. Other matters await my attention. We will see each other again in the other world. Szevasz, dottore, hello. Megjön a kántálás. Jó. Tudja. Gyújj! Jön a cica! Pedig ezt jól nyomtam, hát nem szórakozz már velem. Agata. Agatha, but hogyan? How? Vagy itt is vagy? Listen closely, Lucas. Those who employ the Oracle are searching for a little girl, a perfectly pure soul that's never been incarnated. Her coming was foretold by the most ancient prophecy in human history. She's the one you see in your dreams. You must find her before the Oracle does and put her someplace safe. Hurry. There isn't much time, and they are already back on your trail. Hát ez remek, és hol keressem ezt a kislányt?
I must inform you that we are unhappy. Very unhappy. He has escaped you again. First in the museum lot. A big mistake, the museum lot. And then in the wave. What's worse, you showed yourself openly to him. And all for nothing. It's just... I was unaware of certain factors, my lords. Which factors? Akarnám olvasni a szöveget. He possesses the chroma. That's impossible. Idiocy! How could he possess the chroma? I know not. But it is a certainty that he does. This is how he resisted my psychic attacks and successfully evaded the police. This could force us to change our plans. This is serious, kiszúr velem a játék. Very serious. That is not all. Someone has intervened. What do you mean? While you were within the wave? Yes, my lord. Someone brushed aside all of my attacks on Kane and protected him. It was not one of ours. Certainly not. No. I think it was something else. Its chroma was... different. Another clan? That's impossible. Only we are left. We have a rival. Who searches for the Indigo Child as we do. They must not find the child. That would be a catastrophe. A disaster. Kane is on their side. Unless they are just using him. He is the key. He sees through our eyes. He must not find the child. You must deal with this problem. Definitively. I have already taken measures. He will be definitively dealt with. And soon. Do not disappoint us. You may leave us. Hát nem akármi, na. Néha kicsit zavaróak ezek a gomnyomkodások, hogy elterelik az ember figyelmét arról, hogy mi történik valójában a képernyőn. Akkor irány a templom, de villám gyorsan. Szávasz, Robster! We should wait, Carla. Backup will be here any minute now. No way. This time igen, Fleet Command, borzasztóan rossz, de túl fogjuk élni. Túl fogjuk élni. I hope that guy didn't screw up when he said he recognized Kane's photo from the papers. He looked so blind he wouldn't recognize his own mother in a phone booth. We'll find the answer in room 369. 369. Na ne! Ez most komoly? És... the police. They're here in the hotel. Akkor hogy megyek ki? Anyád vagyok, köszönöm szépen a követés, szevasz. És akkor most... Most ilyenkor mi van? Vagy... Halló, hát... Hát akkor csak kimennék. Nézd meg ezt a gyereket, hát színötös. Szaktanári dicséretben részesítelek, barátom. De nem köszi. Lehet. Így csak köszönöm szépen nagyon a negyedik hónapot. Köszi, köszi. Hogy húzzak innen el? Ja, hogy... Ó, basszus. Ez... Hát jó, kicseszett velem a játék, de tényleg. Azt hittem, hogy nem lehet kimenni. Jó van. Oké. Semmi baj. Nem, az nem működik. Ennek ellenére, hogy már bent vannak a hotelbe, erre kell haladnom, méghozzá a kijárat felé. The police. They're here in the hotel. Vagy legalábbis azt hiszem. Még nincsenek itt, ugye? Don't move! De, oké. And that's how my story ends. I ignored my premonition. Azt hittem, hogy ki lehet menni itt a kijáraton. Ágy alá bújni, netán, vagy... Hát ez így nem jó. Ez így nagyon nem jó. Keljél föl, most ne izé szarakodjunk ezzel. Nem lehet bebújni az ágy alá. Pick up.
Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. Vedd föl azt a rohadt telefont! Nem tudom, hogy hol van, de föl kéne venni. Édes Istenem, hát... Jó, vedd föl, és... St. Paul's Cathedral. Nagyon gyorsan menjen a Marcus. Don't let him get anywhere near you. Lucas? Is that you, Lucas? What's going on? Figyelj, most az egyszer. I see through the eyes of the Oracle. I saw him go in your church. I know he's in there now. But what could he want in here? Ne. Marcus! That's the end of. Okay. Ó, basszus, jó, oké, akkor legyen az, hogy telefonálunk. Hát, ha ő legalább megmenekül. Valószínűleg egy másik opciót kell választani. De akkor melyiket? Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. Remélem, hogy jókat választunk. Most nézzük akkor most egy másik opciót. St. Paul's Cathedral. Marcus, he's in the church. Don't let him get anywhere near you. Lucas? Is that you, Lucas? What's going on? Szegény ugye nem érti. Marcus, is there anybody else in the church? Yes. I was just talking to a man when the telephone rang. It's him, Marcus. It's the Oracle. Shut yourself in somewhere and lock the doors. You cannot let him get to you. Hát ezt nem hiszem el. Ez sem működik. Marcus! That's the end of my story. Akkor mi? Akkor hogyan? Biztos, hogy a telefonnal kell valamit mahinálni. Srácok, valami tipp? Most jól jönne tényleg. Lehet, hogy teljesen máshogy kellene megoldani a dolgot. Beszélgessek vele? Hello, my son. What can I do for you? Sir, can I help you with something? Nézzük meg ezt a variációt is. Jeffike, most ragyoghat. Mi ez a szöveg, biztos Ábdán? Mi ez a szöveg? Most ragyoghat. Beszarok. Na. Jó, hát sok választási lehetőségünk már nincsen valójában. Nézzük meg. Legalább láttuk ezt a variációt is. Pick up, Marcus, pick up. Gyerünk. Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. St. Paul's Cathedral. Marcus, he's in the church. Don't let him get anywhere near you. Lucas? Is that you, Lucas? What's going on? I don't have time to explain, Marcus. Run right now. Shut the doors. Ha ez nem jó, akkor nem tudom mi. Just do what I say. Oh, come now, Lucas. Just do it now. Menj, fussál az életedért, fussál. Ahogy. Oké. És most akkor mi van? Jó, én bezártam az ajtót, nagyszerű, de ezen kívül mit lehet tenni?
Jaj, beszélni vele még. I'm locked in. Now, can you explain what's going on? Call the police and don't come out until they get there. Szevasz, jé, Pepe. Szia, szia. Lucas? Itt van, látod. 369. Köszi szépen. No point in going any further. Kane is on this floor. Nobody move! Either he's gone through some changes since the photo, or this is not him. Shit! What the hell happened? Calm down, girl. I think there's been a slight misunderstanding. Megvan fordítva az a rohadt szám. Huh? Igen, igen, Imi, bizony. Ezek behatoltak. Kétség se fér hozzá. Legalább látnám, hogy most melyik. 369, ugye? Jó, menjünk följebb, jó? Egy másik lesz az. 360... Az meg a kamera szögeidet, hát... Ez lesz az. I think the bird has flown the coop. I'm gonna find him, Tyler. I promise you. Come on, let's go. Igen, igen, ahogy a viking vikingekbe mondták, igen. Pontosan, gyerekecske. Pontosan. Ja, hogy ő ilyen kis cseles volt. Ilyen kis cseles volt, hogy nem ment el, de... De ott volt. You must realize now that I am not joking. So please, don't delay. Oké. Tehát magyarul fogva tartja az orákuluma. A hölgyet, úgyhogy... Hát ha volt feleségünked. Nem ment el, de ott volt. I'm moving towards my death. Everything that I've been through since the second I entered that diner, all of it was leading me to this moment. Semmi gond, Nibi. Ez jó volt. I was tired of fighting, running and hiding all the time. I was losing anyway. There was only one thing left to do. Try to save Tiffany's life. Na, a kis komolyságot erőtessünk már magunkra. Lucas! Jaj. Lucas, help me! Jó, de furám. Tiffany, Virnyom. She's at the top of the roller coaster. I have to find a way up there. Hol van ez? Jó van! Ne kajabáljá! Nem szeretem, ha valaki így kajabál. De hova kellene fölmenni? Biztos nem erre, mi? Ne kiabálj! Ez nem jó, hogy így kiabál. Hullámvasút tetejét magyarázta, de hát ott voltam, hát ott ültem. Nem lehetett eltávolítani. Várjál, ez kicsoda? That's weird. I got the feeling I've seen that guy somewhere before. Lucas! Lucas, help me! Még egyszer kimondod ezt, harapok.
Pedig mégiscsak erre kéne menni, nem? Hullámvasút teteje. Hát de nem lehet, nézni. Hát ez nem jó. Lucas! Ne! Lucas, help me! Ja, hogy itt lehet valamit... Aha! Szevaszt azom! Hol tartunk, hol tartunk? Hát, ma végig játsszuk. Az biztos. Várja, megérkezett a móka vonat. A mecseki kisvasút. Lucas! Ne! Lucas, help me! Hú, de kemény. Ilyen keményen beült a kisvasútba. Hát ez elég komikus ez a jelenet, azért meg kell állapítsam, tehát így... Farszal a csávó bent a... hullámvasútba. Nem érdeke, megmentelek? Ez egy quick time event lesz. Annyira tudtam, annyira... Kötélyt táncoljá, hát persze. Nem lehetne lassabban átmenni? Most komolyan, tehát így... Nézd meg, hát mik ezek a balett mozdulatok? Hát. Cipőtalpára? Az volt ráírva, hogy szeretem a tejet. Ez az volt ráírva. Nem tudom. Lenni az orákulummal. Nézzük már meg. Is dead, my lords. Good, very good. Now you must find the Indigo Child as soon as possible. There isn't much time. The visions are becoming clearer and clearer. I've nearly got her position localized. Move quickly. Time is short. The child must not escape Move us. Quickly. The prophecy must be fulfilled. Time is you may short. Leave us. Oké, okay, akkor ezekkel már beszélünk. That's it. It's over. Now there's nothing to do but wait, though it shouldn't be long. Perfect. All has gone according to plan. I sense another signal. Cerebral spinal activity. I think he's dreaming. Láttátok azt a mackót? Aha, tehát gyermekkorunkban találjuk magunkat most hirtelen. Aha. Jó, és akkor itt most igazából mit lehet művelni? Hát, hogy így... Fölébresszük a tesót. Ha ébresszük fel. Nézd meg, ez szemüvegben alszik, ez nem szarozik, ez annyira gík a csávó, hogy szemüvegben alszik. It could be dangerous. We have to go in there ready for anything, Marcus, right? Maybe there'll be an alien spaceship inside, or the tomb of an ancient king, and all of his treasure.
Or a giant frozen dinosaur? Szavaz Grimsi. And what if it's a secret weapon to take over the world? Come on, bizony. Let's hurry. The hangar's gonna be well guarded. We better get going if we don't want Mom and Dad to catch us. Most tényleg ezt fogjuk csinálni? Ez biztos, hogy jó ötlet? Srácok, figyeljetek, ezt át kéne gondolni. Júj, nem jó! Don't move or I'll shoot! What the hell are you doing out here at this hour? Get back to your home immediately. You're crazy, Lucas. We're lucky that he let us go. But if he catches us again, they're gonna beat our butts. You do what you want, Marcus. I'm going back. Oldjuk meg egyedül akkor. Most akkor jön ő is. Jön ő is. Jó. Meg kéne figyelni a patternt. Melyik irányba kéne menni? Abba. Várjál csak. Ha nincs elég időnk átmenni. Próbáljuk meg itt a szélén. Na elmész szám a francba. Továbbra sem értem, hogy ezek a gyerekek miért laknak egy ilyen katonai támaszpont mellett. Nem láthatnak meg minket, nyugi. Don't move or I'll shoot. Hát de baz... Nem is látom, érted? Nem is látom ezért a srácokat. Don't move or I'll shoot. Ó, hogy baz... És most akkor hova is? Abba az irányba. Hogy legyen ez? El ne csesszük. Gyere már! Ide gyorsan be kell bújni mögé. Ott is fények vannak a fene egye meg, de ott is van egy katona. Ez merre néz? Erre néz? Akkor az nem lesz jó. We can't go any further. That soldier's blocking the way. One of us should sneak around the back and find a way to avoid him. Jó, te leszel az. Te leszel az. Hát a mögé kéne osonni. Most menjek vissza.
Don't move or I'll shoot. Hogy... What the hell are you doing out here at this... És hogy a sonnyak amúgy? Don't move or I'll shoot. What the hell are you doing out here? Oké. Édes Istenem, srácok, szerintetek, hogy kéne ezt megoldani? Möké megyek. Hogy várjál? Itt az előbb valamit. Valamit nagyon mutatott. Hát ha erre elmegyek, akkor... Don't move or I'll shoot! What the hell are you doing out here at the... A ház alatt nem lehet menni, nem, hát ezt felejtsd el, nem. Ez túl könnyű lenne. Érképpen kékek a katonák, jó, oké, csak... Várjál, mint hogyha itt lett volna valami, ami... Aha. Oké. Better wait for Lucas. Meg kéne várni Lukaszt, jó? Szedjed a virgácsaidat! Szevasz, Xir! Hello, hello! Now what? The only way to get to the hangar without being seen is to climb up the telephone pole and hang off of the cable. Impossible. Hát persze, meg hát szupermenek is vagytok, hát. I know, but there's no other way. Listen, I'm gonna try to get him to look the other way. Meanwhile, you run and climb up the pole. I'll try to set it up so you have enough time. Okay, but how are you gonna get in? I'll meet you back at the house. You tell me everything. Hát nagyon kommandósba nyomják itt a srácok amúgy. Know for sure whether there's a flying saucer in that hangar. Okay. Remélem ez itt sikerülhet. It's all up to you, Lucas. És a gyerek meg ott marad? Hey, what do you think you're doing there? I'm looking for my cat, sir. He ran out of the house. He was on the garbage, but then he got away before I... Most komolyan ezen fog múlni, nem már menjél föl, légy szíves, kússzál föl, de villám gyorsan. Ó, hogy... It's all up to you, Lucas. Hey, what do you think you're doing there? I'm looking for my cat, sir. He ran out of the house. He was on the garbage, but then he got away before I could grab him. You're one of the Kane boys, right? Head on home, son. You shouldn't be out prowling around alone at this hour. What about my cat, sir? We'll find him tomorrow. Right now, you go on back home. Mm-hmm.
Nézd meg, és hogy megy a kis genyó? Húzza magát előre. Mondjuk annak örülök, hogy telefon pózna, és nem valami erős áramú vezeték. És megérkezem. Édes Istenem. Hogy lecsúszott, mi? És hol jutunk be ma? Majd? Van valami rés, vagy... Ki lehet ezt nyitni? Vagy hátul megyünk majd be? Az ilyen játékból ezt nem szeretem, néha elrontják ezek a játékélményt. Figyelj, itt igazából ne az új játékokból indulj ki, és hogyha nem azokból indulsz ki, akkor rendben van ám a dolog. Képzeld el ezeket az eventeket úgy, hogy ez mekkora technikai újítás volt abban az időben, hogy ilyenek voltak benne. Ilyen szemben meg azért teljesen más, hogy vetődik ám fel ez az egész. Na nézzük! Nem volt egy egyszerű részem úgy. De még milyen szerencse a sekó, hogy én 6-18 éves gyerkőcökön edződtem. Na? I came without telling anybody, not even Tyler. All I knew was that I was supposed to go to the grave of somebody who'd just been buried that morning. Tiffany Harper. Lucas Kane's ex-girlfriend. Nem itt van. Itt van. Nekem is old, Dávid. Nekem is. She was a good person. She didn't have anything to do with all this. You got a lot of guts, Mr. Kane. To call my office and ask for a meeting when every cop in the country is hot on your trail. I didn't see that coming. Your investigation has too many shadowy areas. Nem fázik ebben a kis kardigánban. You're here because you think I might have the answers to your questions. Well then, who is the real killer? I don't know his name. I don't even know if there's anyone alive who does. All that I do know is that he's a Mayan oracle who has the power to erase all memory of his existence from anyone. Why does he want to kill all of these people? He's using the ritual to find a little girl, the Indigo Child. Why does he want this little girl? I'm not sure. All I know is that the child is very special, and that the fate of humanity depends on her. Köszönöm szépen a követést. The Oracle isn't acting alone, is he? He belongs to a secret clan who have united the most powerful beings on Earth. Their power has no limit, and they'll do anything to get the Indigo Child. You mean the Orange Clan? You already know about them? I went to see one of the murderers in an asylum. He talked about the Orange Clan. Oh, this is just unbelievable. But his story is consistent. Lehet, hogy lesz még egy személy, még egy karakter, aki bízni fog bennünk. A papon kívül. And you? What's your role in all of this? I was just a random victim of the Oracle. There have been other similar murders, haven't there? The Oracle has been waiting for the Indigo Child for over 2,000 years. But he didn't know when or where she would arrive. So he had to do periodic sacrifices in order to find her
as soon as she was born. How did you learn all of this? I just know, that's all. The question isn't whether what I'm saying is true or not. The question is, are you going to help me? Jó, help hogy. You? Jó, hogy. Why should I help you? Hát nem tudom, de győzzük meg, mert tök jó lenne, hogyha nem lennék annyira egyedül ebbe az egész szituációba. Bizony. Because if we don't do something quickly, the cold will cover the entire planet and there won't be tomorrow. And even if you're right, what can we do about it? Nobody's gonna believe. Hát nekem se hiszi el senki, pedig hát próbálom. Próbálom elmondani mindenkinek, akivel egy kicsikét sikerül bizalmas viszonyt kiépíteni. Not yet, but I'll find her. I see through the eyes of the Oracle during his visions. If he sees her, I'll see her. Oh, this is just insane. I cannot believe I'm actually sitting here talking about saving the world with a fugitive wanted by every police department in the country. You're free to choose which side you're on. You can arrest me, or you can trust me and help me save the child. But na? You must decide quickly. Nézzük. I haven't got much Nézzük. Time. What am I supposed to do? If he's lying, I'm aiding a murderer and I'll go to prison. Hűha. But if he's telling the truth... Akkor meg az ártatlan kislány, ugye? So, either you're crazy or you're some kind of hero. Neither one nor the other. I was just in the wrong place. Szia, Archie, hello, hello. His hand. It's as cold as ice. Csodálkozol rajta, mínusz 40 fokba itt áll egy kardigánba. Milyen legyen a keze? Forró, mint a fűtőtest, vagy mi? Na. Hú. Nem egyszerű. Nem egyszerű ez a kérdés. Nem tudom, hogy én, hogyha a nyomozónak a bőrébe lennék, akkor bíznék-e a srácban. Egyáltalán nem biztos. Ne! Szent Thomas árva ház. Esetleg nem lett volna kiírva. Hát itt van a kislány. Uh-huh. Hát akkor magyarul ide kéne eljutnunk a Szent Thomas árva házba. Mi van? Na most, na álljunk meg! Álljunk meg! Megrépáztunk. Most... Na... Hűha! Hűha! Na erre viszont nem voltam felkészülve. The army has been mobilized to help provide shelter and basic necessities, but the cold and snow have hampered ground movement, and storms have shut down every airport in the country. Scientists are still unable to fully explain the reason behind the cold wave, which has now gripped the entire planet. Temperatures continue to fall everywhere in the world, as authorities ponder. Well, nyomjad ki a szokolt, aztán megnézzük, mi van. Now it's up the army to do what they can to help the population. Carla, you should get some sleep. You haven't closed your eyes in 2 days. I have to get warm to do that. Lehet a se kósült? Valószínű. Yeah. Hey, look, can I get real with you here for a sec, Carla? I think it's probably now or never. I get the feeling you're hiding something from me on this Kane thing. Am I right? I think it's probably better if you stay out of all this, Tyler. This whole thing has gone way beyond what we thought. Hát most hazudtunk. Hazudtunk neki. Sajnos. De szerintem muszáj volt, mert... Jaj, itt van a barátnője. Nagyon furcsán állott, remélem nincsen baj. Sam, what are you
you doing here, babe? There's a train leaving in 1 hour for Florida. It'll probably be the last one for a long time. I'll be on it, Tyler. With or without you. Nem lehet ilyen választás elé állítani egy embert. When this cold stops, we'll get on with our, nem lehet. Our new normal lives. It's ugye time nem? To make a choice, nem, mert ez unfair. Ez unfair. But now I know. I know there are people who need help and who are counting on me. My place is here with them. I feel like I'm a part of something good here. Igen, egy kicsit az, urai, rendben van, ezt nem tagadom, de... Tehát aki igazán szeret, az nem állítja az embert ilyen választás elé. Az biztos. Fene egye meg, de komolyan. És gőzöltek egyet. De most... Tényleg erről mi a véleményetek? Jogos ilyen választás elé állítani bárkit is? De most tényleg őszintén. Az én véleményem már tudjátok, de most komolyan. I'm gonna go help Jeffrey and Doug. They're heading down to take a look in the southern sector to make sure everybody's out of there. Igen, nem. Bővebben. As long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Good luck to you, Carla. Well, I don't know how all this is gonna end up. But I hope it all works out for you. Igen. Ja, valahogy így. Here we are. Are you sure you know what you're doing? The Oracle's seen the child, just like I did. He'll be here to find her any minute now. I've got to get to her before he does. Wait for me here. I won't be long. Kb. Mennyi lehet még a játékból? Így kíváncsian kérdezem. There's no time to lose. I've got to find that girl before the Oracle does. Egy óra kb., nem? Ha 1000%, hogy végignyomjuk. Ez tuti. Sir? Szevasz, Large Bird! Szervusz. Üdvözlöm Pozitront is, ha ott van. Got to do this quickly. The Oracle will be here any second. Aha, és hol lehet amúgy? Te vagy az? Hallod? Mondjál már valamit. No, that's not the girl in my visions. Márj, akkor legyen az, hogy... Legyen az, hogy talán ez. Biztos, hogy ő lesz. Ez ő kell, hogy legyen. You can't go in. Az meg már itt van. I've seen you in my dreams. Ő az. Ő az. We have to leave him right now. Szevasz, Pozitron, hát nézd meg! Tudtam, hogy itt vagy. Jó, és akkor hogy menjünk innen ki most? Sziasztok, hello, üdv a rejtélyes sétaszimulátor és az apáca nézegető szak... Várjál, most muszáj kimennem, mert itt... So, I see you're still alive. I don't know how you've managed it, but that's of no importance now. Give me the child, and I will grant you a rapid death. If you take her to the ones you serve, they'll use her to make slaves out of the entire human race. That's no concern of yours. You'll be dead before that comes to pass. Give me the child. I don't have time to play with you. Ilyen beteg feje van az orákulumnak, mi? Ez fasza. Várj, hol menjünk ki? Gyorsan, fussá innen elfele. Most meg itt van fent. Ez tud valamit. Leaving you here. You mustn't move, understand? I'll be back soon to get you. I hope. Ajaj. Hajime!
Neo, te vagy az! Nincs kanál! Ne! Mehet a sárkányrúgás? Gyerünk! Ha! Sárkánypóz? Vagy valami? Ne! Elrontottam! De mégis jó. Valamiért mégis jó. De ez miért nem volt jó? Hát jó volt. Azért tud valamit a csóka, mi? Még hörög is hozzá. Csak egy maradhat. És az én vagyok. Istenem. Rohadtul nem egyszerű. Pofozzad, gyerünk, pofozzad! Hát csak legyőzzük az orákulumot. Le lehet egyáltalán győzni? Hát mit tudom, miért le lehet, hát biztos le lehet valahogy. Éledjél már föl! Ne szórakozzál már, hát. De miért nem jó? Hopp. Nézd meg ezt a gyereket, hát színötös, szaktanári dicséretben részesítelek, barátom. Köszi. Köszönöm szépen, Grimm, a szubod. Köszi, hogy ajándékoztál Predator Hunnak egyet. Köszönöm szépen nagyon a támogatást, és ön egy igazi úr. Egy igazi hősszemély. Egy haladó szellemiségű lény. Egy szuperember. Meg még a rendőrök is, hát nem tudom, hogy mi jöhet még. Hát a falun fut beszarok. Hogy csinálja ez? De komolyan, tehát... Miből van? Remek. Majdnem. Szevasz, taknyos varjú! Szerbusz, koma! Ilyenkor nem kell Predator keresni az okokat, egyszerűen Grimm egy szuperember. Na és itt van Agatha. A new golden age, peace and security,
or the reign of ice, of terror and death. Hadgrim. We were right to have chosen you. This child, why is she so important? At the dawn of time, a prophet announced that one day a child would be born. One whose soul was absolutely pure. She would come and reveal a secret. Hát ez nem semmi. Szevasz, DMP Rúz, szia, szia, láttalak, már csak nem köszöntöttelek még alkalomhoz illően, szervusz. You're not really Agatha, are you? No, you're right. Poor Agatha died in her apartment. We've simply borrowed her physical appearance to allow us to communicate. Igen, de ti kik vagytok? What happened at the amusement park? És ki az a mi? I don't remember anything after the roller coaster collapsed. You didn't survive the fall. We found your body and we resuscitated you. The truth is that you Igen, are dead, bizony. Lucas. Why did you bring me back to life? Because of your connection with the Oracle, of course. Igen, mert ugye a srácba benne van a csi erő. You see the mouth of the serpent at the same time he does. Only you could lead us to the child. It was vital that you bring us the Indigo child, and you succeeded. Now we can put her in a safe place. You've accomplished your mission well. Oké. Hát, jó. Vagy... Here she is. Please take care of her. Nem tudom, hogy most jól döntöttünk-e. Szerintetek? Bős döntés volt? You are no longer necessary. Anyád! I can now eliminate you for good. Oh, I forgot one small detail. When we brought you back to life, we added a module within your cortex. Azt a rohadt él. Na jó. As you are already dead, I can, however, annihilate you. A simple touch from me, and you will be erased forever. There's no use trying to resist. I have control of you now. Na jó van, oké. Hát ezt megcsavarták a végén. Elég rendesen megcsavarták a sztorit. Aranyos. Get up, Lucas! Hurry! Azt a mindenit. Ezek kitörte a falat, érted? Nem szarozott. Ha, oda be. És akkor mi lesz a... szegény kis csajjal, tehát hogy így sikerül az ördögi tervük, vagy mi, vagy hogy? Ez a különleges alakulat? Kik ezek? Hát igazad volt Pozitron. Titkos föld alatti bázis. És képzeljétek el ezt a játékot, hogyha megcsinálnák ma, 2019-ben ezt a sztorit. Nagyon durva lenne a remake-remake-jének kiadását megvalósítani. Vagy megcsinálni a remake-remake-jének a remake-jét, ugye? De én azért megnézném, sőt végig is játszanám. Még egyszer természetesen. Ha mondjuk egy olyan grafikával képzeljétek el, mint annak idején a Detroit mondjuk, vagy a Beyond. Two Souls. Remek remake lenne? Lehet. Nyomja meg a gombot, nem? Vagy... Ja nem, már fölértünk, haló. Most mi van? Hát? Nem jössz vagy? Na haladjunk szépen.
Még mindig nem tudom, hogy ezek a bónuszok mi a szarra valók, de nem baj. Gyűjtögessük őket szépen. Na, ők kicsodák itt a föld alatti bázis. Mi van? Mi? Where are we? Talán ez van a legjobb kérdés. Do you know who that man is? I have no idea. He just told me we had to follow him. So, what do we do now? Looks like we don't have much choice. Dottore, ne kötekedjél. Ti meg, ezért, latinul írjátok a leleteket. Na? Hát most, na, érted. Hát, hogy egyszerű halandó ember ne értse. Lucas, you're safe and sound. Jaj, de jó, hogy ő legalább megmenekült. They came looking for me. They explained everything, Lucas. I know now that you weren't crazy. I hope that you can forgive me for doubting you. I couldn't possibly have known that you were really... What are you talking about? Our hopes. Biztos nagyon szép volt Pozitron. GG. Na nézzük. Oké. Welcome to the camp of the Invisibles, Lucas. Hát hello, itt come vagyok. Come and take a seat by the fire. Na akkor most mondjatok el mindent, hogy mi van, meg mi ez az egész? Ti vagytok a ez a szuper csapat, vagy mi? So, who are you? My name is Bogard. I run this unit of the Invisibles. I was following the Oracle on the night you killed that man in the restaurant. Igen, mert ugye ezekkel a karakterekkel találkoztunk ott a helyszíneken. Így van. So, what do we do now? We must find the Indigo Child as quickly as possible. I suppose that they will bring her to a Chroma source. That's where she will deliver her message and fulfill the prophecy. Where do we find this Chroma source? There are only three known to exist on the planet. The closest can be found on an old military base called Wishita. Wishita? That's where I was born. My parents were scientists. They were working for the government. Ah, and that explains many things. Aha, azt hiszem, hogy most kerül képbe a katonai bázis. It turned out to be a Chroma source. One who brings the Indigo Ugye? Child gondolom legalábbis. We absolutely must get there in time to stop them. When do we leave? In 2 hours. The time it'll take to finish preparations on your vehicle and to find you enough gasoline. It seems likely that the orange and the purple clans will be waiting for you at Wishita. Must do whatever it takes to prevent them from uniting the child with the artifact. There are some mattresses in the wagon back there. I suggest you get some rest before you have to leave. You have a long journey. Azért nem akármi dolgok ezek. Tomorrow may well be the last day of the human race. I'm dead tired, Carla. I'm gonna take Bogart's advice and get some sleep. I don't think I can sleep right now. I'm gonna wander around a bit and join you later. Ó, egy később csatlakozol? Inkább előbb. Szerintem. Hát, Mr. Shutdown, Mr. Shutdown, azért egy felkiáltójel, ha ott a parancsot én most beírnék a helyedbe. Hát, vagy a többiek írjanak neki. Plusz egy élet, nagyszerű. Hát legyen az, hogy... Mit csináljunk még itt? Szerintem olyan sok mindent nem lehet itt, úgyhogy ide még besasolunk. Mert hát ugye itt van a hősünk. És jó befekszünk mellé, hogy főmelegítsük. Már ha betudunk, tehát ugye... Igen, turai, jajaj, itt a hidegbe.
Still not asleep? No, I can't seem to relax. It's hard to believe that it's all going to end tomorrow, isn't it? The fields, the forests, the cities, everything will disappear under the ice. What's going to happen to us? It'll be like we never existed, like nothing important ever happened. Are you afraid to die? Not anymore. If we're both going to die tomorrow, I want you to know something. I'm sorry that we didn't meet under better circumstances. Maybe if things had turned out differently. Pár órát töltöttek együtt, és már is egymásba szerettek. Hát. Frozen. Your lips are like ice. I love you, Lucas. A hormonok? Igen, hát tavasz van, és hát ugye a matykák, meg minden. Ó, hát ennyire? Hát végülis este 90, ez így belefér. Na, újra itt vagyunk a Visita katonai bázison. Az erotikus tartalomnak most már ugye vége van. És akkor most derül ki, hogy hogyan költözött belénk a csíjerő. A Chroma. Megint föl kell ébreszteni? Most nem lehet fölébreszteni. Most kiment egyedül a srác. Ha most megint meg kell tennem ugyanazt az utat. Nem, hála az égnek. Elég, ha lakásba kóborolok. He knew the hangar was going to burn, John. I'm sure of it. But he wasn't the one who started the fire. Look, Mary, that's just not possible, and you know it. Nobody can see things before they happen. That artifact emitted a kind of radiation that we still don't understand. Maybe it changed something in Lucas. That's nonsense. We analyzed everybody who ever came near that thing, and they all checked out fine. Don't you see? If it was the artifact, then we'd all be radiated, and we'd all There's have a difference, powers. John. I was pregnant with Lucas when I went for the first time. Lucas was radiated by the artifact when he was still in the womb. This is just ridiculous, Mary. I've heard enough. I'm gonna take a walk while you calm down. Lucas? What are you doing there? Hát csak hallgatózom, mi lenne? Lucas? Persze, sajtosnak érli, persze. There's the hangar. The base seems abandoned. Looks like we got here before the Oracle and the Purple Clan. They're not far away. I sense their presence. Be careful. Szevasz, dottore. Szia, szia. Köszi, köszi. If I'm not back in 15 minutes, go back where we came from. Bogart will protect you. Azt az ön feláldozó legényt. Na majd. Na majd most, egy szál kardigánba. Valószínűleg a könyökével törölgeti az operatőr objektívét. Ezért volt ez a mozdulat. Azt mondjuk észrevettem én is, már még szerintem csak azért, mert olyan hideg vagy, a töke is lefagy mindjárt.
Most már nincs visszaút. Give me the child. You are even more obstinate than they had thought, human. But the game is over. You and your race have lost. Your inferior species will disappear like the dinosaurs before you. We, the artificial intelligences, will be the new dominant race on this planet. Thanks to the secret of the child, we will know all. We will be more powerful than gods. I'm the one who gave it to you, and I'm going to be the one who takes it away from you. You're forgetting one small detail. There is a module in your cortex that allows us to control you. You are our puppet, human. Now dance. Na gyerünk! Hogy sikerüljön neki befolyást gyakorolni ránk. És tényleg, amúgy egyáltalán ezt el lehet kerülni? Tudunk ilyet? Ezt fel se gondolta volna még itt az elején, hogy ilyet, ilyenre képes a hős. És ennyi. Kész. Mondjuk egy pillanatra én is azt gondoltam, hogy ez a táncra perdül. Lucas! Either you save your woman, or you save the child. Make your choice. Leave Carla alone. She's got nothing to do with all of this. Nem már. Come and take me on if you've got the guts. De magabiztos lett. Very generous proposition, Lucas. If you give me the child, I'll give you your life. You can live in our new world. I don't want to live in your new world. You're going to turn all of humanity into slaves to serve the interests of your clan. Well, actually, that is our plan. I'll give you 5 seconds to change your mind. After which, I kill your woman, and then I kill you. Make your choice. Don't give him the child, Lucas! Your tiny role is finished. You can now disappear from the game. We thank you for all that you have done for us. Na gyerünk, adjunk a pofájának, gyerünk! Azt a de rohadt nehezen megy! Azaz, azaz. Nem tudom, hogy mit csinálunk, de ezt most nagyon-nagyon jót csináljuk.
Ennyi volt a nagy küzdelem? És akkor most hova vigyem, vagy? Kivigyem innen? Hála jó égnek, nem esett bántódása senkinek. Tényleg? Biztos? Biztos? Na jó, akkor vigyük oda. Megvan ő is, Fleet Command. Teljesen rendben van. Köszi szépen, Rumix. The cold went away just like it had come, in silence, as if the Indigo Child had turned the hourglass by delivering her message. Everything was just as it was before. I guess that means the lesser evil. The Oracle and the Orange Clan went back to their places of power in the secret government of the world, and the Purple Clan went back to haunting us on the net. I should be happy, I guess. I've been living with Carla for 3 months. She's the best thing that's happened to me in a long time. Oh, yesterday no, she told me that she's pregnant. Gratulálok. Must have been that night in Bogart's underground base. That means that our child was radiated by the Chrome at Wishida, just like I was in my mother's womb. Lehet, hogy rá is ez vár. I'm the one and only keeper of the greatest secret in the universe. What should I do with all that power? Forget it? Put it in the service of humanity? I've never dreamt about being a god. I just want to live my life like anybody else with my wife and my child. I'm afraid that destiny might have another path in mind for me. What are you thinking about, Lucas? Oh, nothing. Nothing at all. Tetszett, nagyon is. Érdemes volt nekiállni ennek a régi játéknak, és még egyszer mondom nektek, hogy ez megint egy olyan játék volt, amit soha nem hagynék ki. Soha. Vannak olyan játékok így, még így a Kobakomban, meg a Tarsolyomban, amiket muszáj végigjátszani, és most még sorolhatnám a címeket, folytathatnám a Half-Life 1-2 ebből, ami hát megint csak lesz nyárom. És ez is olyan volt, hogy ezt nem szabad kihagyni. És a vetélkedő, hogy ki tudja gazdagabban megajándékozni a tanárokat. Fuj! Köszönöm szépen, nagyon 82 év, köszi a támogatást. Örülök neki, hogy tetszett, vagy legalábbis gondolom azért küldted, hogy kifejezzed. Köszönöm szépen nagyon, hogy itt voltatok. Jeles alkalom volt ez a ma is. Köszi. Igen, imádom ilyenkor végén ugye a csíreket. De azért köszi. Na, srácok, remélem, hogy tetszett. Újabb fantasztikus történet volt, és
Hát hatalmas nagy GG a Quantic Dreamnek ismét. Szerintem már nincs játékuk, amivel ne játszottam volna. Van. Ezen kívül még olyan Quantic Dream játék, ami ne pörgött volna a csatornán? Ment a Beyond Two Souls, ment a Detroit Become Human, ment a Heavy Rain, és hát kivégeztük ezzel a streammel gyakorlatilag a Fahrenheit-et is. Nincsen, ugye? Szomszédok, 82 év szomszéd. Ez a Szomszédokból van. Tetszett, piszkosul jó volt a fene egye meg. Jó volt. Nagyon is jó volt. És hát nem véletlenül tette le a névjegyét a Quantic Dream ezzel a játékkal a játékipar térképén. Nyáron lesz Half-Life bizony 1 és 2 is. Viszont a következő single player játék, ami újdonságként fog fölvetődni a csatornán, az az Alien Isolation. Lesz egy kis rettegés, meg rohangálás ugye az Alien elől. Úgyhogy ez lesz a következő. De természetesen a Days Gone folytatni fogjuk majd. Ori and the Blind Forest, ez benne van a kis tarsolyba. De ne találgassunk, majd jön, ami jön. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásokat. Köszi-köszi. Követéseket, meg mindent. És köszi, hogy együtt játszhattuk ezt is. Tudnak valamit a srácok tényleg. Szerintem most már nem állok neki. Volt reggel 9-től egészen délután majdnem, hogy 4-ig, 5-ig egy stream. Na most még egy harmadik játéknak is álljak neki? Vagy bocsánat, negyediknek? Azért az túlzás lenne, nem? Rohadtul nagy túlzás lenne. Viszont nem bírom ezt a zenét így itt hagyni. De muszáj lesz.